A Szabadidő Parkban található focipálya MLS beruházás alapján készült el, a HSE használatában van. Az elnökség megnyitotta a lakosság számára, fix időpontokban azonban igénybe veszi edzések megtartására. A Szabadidő Parkot a megnyitás óta rengetegen látogatják. Az itt található rekordtámpálya az egyik legnépszerűbb helyszín. Sokan sportolnak itt, kosaraznak, fociznak nap mint nap. A HSE jóvoltából a lakosság ingyenesen használhatja. Azonban előfordulhat, hogy ez átfedésbe kerül a fix, MLS szerződéses edzések időpontjaival. Elvárás, hogy szabadidő, sport és látványsport, edzések, illetve rendezvények legyenek. Ezzel kapcsolatban most szeretnénk néhány információt megosztani. MLS beruházással jött létre ez a pálya. A HSE vezetői azonban úgy döntöttek, hogy megnyitják a pályát a lakosság számára a hét napjain többször is. Azonban nem egyedi eset az, hogy leküldik az embereket a pályáról, hogyha előreegyeztetett időpontokban edzéseket vagy más fix programokat tartanak itt a foci csapat számára, vagy más sporttevékenységek számára. Július 3-án 18 órától a pálya foglalva. Ez persze már nem aktuális, azonban a jövőben is lesz olyan, hogy bár a lakosság ingyenesen használhatja a pályát, az előre lekötött időpontokban le fogják küldeni az embereket.